A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, Köztér Extra című műsorunkat látják itt a Fehérvár televízióban. Stúdiónk vendége Molnár Tamás, a Fidesz önkormányzati képviselője és az önkormányzati frakció vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is a meghívást. Egy igazán tartalmas hónapok állnak a hátunk mögött, háború, infláció, gazdasági, pénzügyi és energiaválság, ami nyilván számos kihívást tartogat hazánkban is, Európa szerte és a nagyvilágban is. Nézzük ezeket ilyen apróbb lépésekben a gazdasági kihívásokra, milyen válaszokat érdemes adni. Valóban egy olyan helyzetben vagyunk, ami szerintem mindenki számára teljesen új megoldásokat és ötleteket vár. Látszik is, hogy egyébként e tekintetben, ha csak az önkormányzatokat nézzük, akkor nagyon-nagyon különböző jelen pillanatban még az, hogy ki hogyan reagál ezekre a problémákra. Én azt gondolom, hogy én arról tudok beszélni, vagy arról érdemes beszélni, hogy mi itt az önkormányzatnál mire vagyunk képesek, és mit tudunk tenni, hiszen minden más, ami ezen kívül van, az rajtunk kívülálló. És azt kell elfogadnunk sajnos, hogy bármit teszünk, bármilyen véleményünk is van erről, mert persze mindenkinek megvan a véleménye, de sajnos, hogyha cselekedni kell, akkor mi nekünk azt kell nézni, hogy mi a város, az önkormányzat mit tud megtenni annak érdekében, hogy most így első körben mondjuk ezt a telet, ezt a város gazdaságilag és az itt élők a mindennapokat meg tudják úgy élni, hogy az a lehető legkisebb hátránya járjon mindenkinek. Ebben a tekintetben még vannak azért kérdések, hiszen látjuk a rezsiárakat, amelyek napról napra változnak, és ezek megállapítása és azok a számok, amik a várost érintően majd fontosak lesznek, ezek még tartanak, de én azt tudom mondani, hogy ezen a héten csütörtökön lesz egy rendkívüli közgyűlés, amire ameddigre a hivatal teljesen kidolgozza azt a tervet, ami egyébként pont arról fog szólni, hogy mik azok a döntések, amelyeket meg kell hoznunk a tekintetben, hogy gazdaságilag és egyébként így a mindenkit érintő komfort kérdésekben a megoldások szülessenek, és hogy tényleg azt mondhassuk, hogy majd ezután a téli válság után tavasszal egy kicsit fellélegezhessünk. Székesfehérvár önkormányzata az elsők között reagált a kihívásokra, hiszen talán tényleg az országban az első olyan nagyváros vagy nagyvárosok közé tartozik, az biztos, ami a válság kezelésre már elkezdett egy komplex tervet felállítani, javaslatcsomagot, és ezt ugye folyamatosan nyilvánosságra is hozták. Fontos, hogy időben lépjenek? Olyannyira, hogy nekem van egy fajta hiányérzetem a tekintetben, hiszen azt láttuk, hogy amikor mi itt Fehérváron elkezdtük kongatni a vészharangot, és elkezdtünk gondolkozni arról, hogy igen, de hogy is lesz ez majd az elkövetkező hónapokban, akkor sok más hozzánk hasonló nagyságú önkormányzat még csak csöndbe burkolózva gondolkozott azon, hogy igazából van-e valami feladata, vagy terve, vagy ötlete arra nézve, hogyan fogja segíteni akár az ő lakosait, vagy akár a saját intézményét, hogyan fogja fenntartani. Az utóbbi időben, az utóbbi két hétben látom azt, hogy van egyfajta mozgás már, és tényleg rá elkezdtek gondolkozni azon az önkormányzatok is, hogy ők a saját területükön hogyan tudják megtenni azokat a lépéseket, amelyek mondjuk segítenek majd azon, hogy átviszeljük ezt a telet. De én azt látom, hogy mi annak köszönhetően, hogy már ezt egy lassan másfél hónapja, kvázi az augusztus 20-i ünnepség sorozat után elkezdtük tervezni, szervezni és egyeztetni egyébként kormányzati és más intézményi hálózatokkal. Úgy nekünk annyi helyzeti előnyünk van, hogy mi ezen a héten olyan döntéseket fogunk tudni hozni, amelyek én azt gondolom, hogy megoldást tudnak majd jelenteni erre a problémára. Nagyon fontos, hogy a önkormányzatnak nem elsősorban az a feladata, hogy a saját gondolatait becsatornázza a kormányzat felé, és kvázi folyamatos
panaszkodással és folyamatos kéregetéssel próbáljon meg megoldásokat nyújtani az ott lakóknak, hanem igenis tegye meg azokat a lépéseket, amelyeket ő a saját hatáskörén belül meg tud tenni, és tényleg próbáljon meg ő is hozzátenni ahhoz, hogy ezt a telet át tudjuk vészelni. Én szerintem Székesfehérvár városa ebben nagyon jól áll, hiszen mi olyan csomagot fogunk letenni, amely meg tudja oldani ezt a kérdést erre a téli időszakra. Ugye korábban már beszélgettünk közgyűlés után is, de polgármester úrral is arról, hogy vannak prioritások. Mik ezek a fontos prioritások, képviselő úr? Ugye azt tudni kell, hogy Székesfehérvár város az elmúlt 12 évben a kötelező feladatai mellett rengeteg plusz feladatot vállalt fel. Tehát olyan feladatokat is ellát jelen pillanatban az önkormányzat, ami nem tekinthető kötelező feladatnak. A város adóerőképességénél és bevételeinél fogva ezt meg tudja tenni, meg tudta tenni, hiszen tényleg nyitott volt arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat elvégezze. Most annyiban fog változni ez a történet, hogy az alapszolgáltatásokra és azokra a közfeladatokra fogunk koncentrálni, amelyek minden Székesfehérvárt érintenek, és ami segíti azt, hogy az ő életük azért a lehető legkisebb mértékben változzon meg az elkövetkezendő hónapokban. Mindenki számára lesz lemondás, de annak ellenére a legfontosabb, hogy az óvodák, a bölcsödék nyitva tartsanak, a szociális intézmények nyitva tartsanak, tehát tudjunk segíteni a rászorulóknak, azok az intézmények, amelyek kiszolgálják akár a hivatalon keresztül a fehérváriakat, ahol a ügyeket lehet intézni, azok nyitva maradjanak, a közszolgáltatást végzők feladatai el legyenek végezve, tehát azok a cégek, akik nálunk vannak, Fehérvíz, Széphő, Depónia, a munkát el tudják végezni, megtörténjen minden úgy, ahogy kell, és ez ne érintse a székesfehérváriakat. Lesznek aztán olyan intézmények, amelyek időlegesen valószínűleg valamilyen korlátozás alá fognak esni. Én azt gondolom, hogy azok nem azok az intézmények, amik a mindennapjainkat szorosan érintik is akár, hiszen hogyha belegondolunk, egy bölcsődő óvoda bezárásával gyakorlatilag a munkaerőpiaci helyzetünk romlana, tehát minden székesfehérvárnak problémát jelentene az, hogy a gyermekéket hol helyezzék el. Én azt gondolom, hogy az elsődleges fontossága mind a gyerek szempontjából, mind pedig a szülők szempontjából az, hogy ezek a szolgáltatások megmaradjanak. Ezeket biztosítani fogja Székesfehérvár, és én azt gondolom, hogy ezzel a lehető legkisebb fájdalmat tudjuk okozni majd mindenki számára. Illetve összességében ezzel a munkahelyeket is tudják védeni, hogyha jól értem. Így van, a legfontosabb az, hogy mindenki el tudja vinni a gyermekét óvodába, bölcsödébe, és el tudjon menni dolgozni, és amennyire látjuk ezt a kormányzati kommunikációból, ugyanezen prioritások mentén működik a kormányzat elképzelése is, hiszen a mi egyeztetéseink alapján és egyébként a kormányinfók alapján is elmondható, hogy például iskola bezárás nem fog történni az elkövetkezendő hónapokban. Azért is nem, hiszen ez pont a munkahelyek védelmének egyik legfontosabb prioritása, hiszen a szülőnek dolgozni kell menni, a gyereknek pedig az iskolába kell menni, illetve az óvodába. Egyébként a saját szocializációja és mentális... Itt a közösségi kapcsolata igen, is, meg a, ugye? A mentális helyzete miatt is nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy mindenki számára a közösségekben való részvétel nagyon fontos, nem? A Covid megmutatta azt, hogy azért ez milyen károkat tud okozni. Igen, és hogyha jól emlékszem, akkor az orvosi rendelők is ebbe a körbe tartoznak. Természetesen az egészségügyi ellátás, szociális ellátás, minden alapszolgáltatás, ami ahhoz kell, hogy egészségben és tényleg biztonságban tudjuk a szeretteinket, azok biztosítva lesznek. Indított az önkormányzat egy támogatási csomagot, programot is, hogyha mondhatom ezt így ilyen szavakkal, ami ugye a rezsitámogatást, a kormányzati rezsitámogatást egészíti ki, hiszen van egy alapfogyasztás, ami után a háztartások megkapják a támogatásokat. Az a fölött járó fogyasztást ugye emelt áron kell kifizetni a családoknak, és ezt az önkormányzat támogatja egy programmal. Ez miért fontos, illetve hogy látja, hogy működik most már azért egy pár hét eltelt a program indítása óta? Valóban, és itt én szerintem érdemes egyébként nyitni az országos támogatás felől, mert akárhogy is nézzük, és szerintem sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy támogatás résztvevői. Tehát azzal, hogy ez az alapszolgáltatás 144 köbméter gázig, illetve 200 kilowatt áramig havonta ezen a csökkentett áron kapja meg valaki, ez havonta egy óriási nagy támogatás. És azért furcsa ez, mert amikor politikai viták szólnak erről a kérdésről, akkor általában az merül fel, hogy
éppen mellettünk lévő nyugatra elhelyezkedő országok mondjuk milyen támogatást adnak, vagy akár a keleti blokkban lévő Szlovákia, Lengyelország milyen támogatásokat nyújt az ott élők számára, és akkor mindig egy ilyen pénzösszeget mondanak. Most nem tudom felsorolni, de tényleg, hogy egyszeri 150 euró, egyszeri 300 euró, ami nagyon jól hangzik, mert egyszerre pénzt kap a kezébe az állampolgár, ami 100 ezer forint mondjuk, vagy 60 ezer forint, és akkor ez így akkor egy, úgy érzi, hogy akkor ez nagy támogatást kapott. Csak mi gondoljunk bele abba, hogy jelenlegi, pont tegnapi árakat néztem, árakkal számolva, nagyjából az a támogatás, amit Magyarország kormánya biztosít minden állampolgárnak vagy háztartásának számára, az nagyjából havonta 150 ezer forint. Tehát mi havonta ezt a 150 ezer forintot megkapjuk, és ez a 150 ezer forintot az állam kifizeti helyettünk. Tehát annyira nyomott áron kapjuk ezt a rezsicsökkentett köbméter és kilovattor árat, hogy gyakorlatilag én szerintem ez az állam számára egy hihetetlen nagy teher. Ezt látjuk is, hogy tényleg hát azok a rezsiárak vagy energiárak, amit a kormányzat, az állam kifizet, az óriási terhet rónak most a gazdaságra, de akkor is az volt a prioritás, hogy a háztartások védelme legyen a legfontosabb, és ők ezt a rezsicsökkentett árat biztosítani tudják az itt élők számára. Meg lehet tenni azt is egyébként, hogy ráeresztjük az energiaárakat a lakosságra, és aztán utána ugyanazt a pénzt visszaosztjuk mindenkinek, de én azt gondolom, hogy az mind technikailag, mind pedig majd a későbbi elköltés folyamán problémákat okozna. Persze valószínűleg akkor mindenki úgy érezne, hogy kapott havonta 100 ezer forintot, vagy 150 ezer forintot, és ennek a pszichológiája lehetne egy kicsit más, de én azt gondolom, hogy azt kell mindenkinek megérteni, hogy ma Magyarországon egy háztartás nagyjából havonta 150 ezer forintot kap támogatásként, hogyha az 6-szor felszorozzuk, csak mondjuk egy 6 hónapos fűtési időszakra, az már majdnem 1 millió forint. Tehát így lehet hasonlítgatni egyébként mondjuk ausztriai támogatáshoz, ahol egyszeri 300 eurós segélyt kaptak kvázi az ott élők, az gyakorlatilag ennek a tized része. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos mindenkinek így átszámolni és egy kicsit átgondolni. Emellett persze van, aki kiesik ebből a támogatásból, vagy pontosan nem esik ki a támogatásból, hanem túllépi azt a keretet, ami ezt biztosít. Neki próbálunk segíteni azzal, hogy elindítottuk a fehérvári rezsitámogatási rendszert, amelyben átvállaljuk az ő többletterhének egy jó részét, és próbáljuk ezzel segíteni azt, hogy átviselje ezt a téli időszakot. Van érdeklődés. Én azt látom, hogy az érdeklődés az a mi első számításaink szerint azért nem olyan nagy, mint amit gondoltunk. Ennek azért két oka lehet, próbáljuk ezt mindenhol kommunikálni. Most nagyon jó, hogy erről is tudunk beszélni, hiszen akkor megint még több emberhez el fog tudni jutni. És próbáljuk a minden felületen kommunikálni, és mindenkihez eljuttatni, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki tudjon róla. Itt van nekem egy nagy fájdalmam, amit azért muszáj elmondanom, hogy mi ezt ugye képviselők, polgármester úr, illetve mindenféle városi és intézményi portál folyamatosan közli, és próbálja eljutatni mindenkihez. Ennek ellenére a székesfehérvári baloldali frakció tagjainak egyetlen egy közösségi oldalán sem jelent meg az, hogy egy ilyen lehetőséggel lehetne élni a fehérváriak számára. És az azt jelenti, hogy ezáltal, hogyha azt nézzük, hogy milyen buborékokban vagy hogy mozognak mondjuk a közösségi térben a fehérváriak, azok, akik mondjuk egyáltalán nem nézik meg mondjuk az én oldalamat vagy polgármester úr oldalát, csak mondjuk a közgyűlésben ülő baloldali frakció képviselők oldalát követik, ők nem értesülnek ezekről a lehetőségekről. Azt kell megérteni, hogy itt most olyan összefogásra és együttműködésre lenne szükség, ami pont arra mutat, hogy ha van egy jó lehetőség, azt ajánljuk ki mindenkinek, és juttassuk el akár azokhoz, akik velünk értenek egyet az ideológiában. Ez nem csak azoknak a székesfehérváriaknak szól, akik polgármester urat követik a Facebookon, vagy engem követnek, vagy a képviselőtársaimat, akik a Fidesz frakcióban ülnek, hanem azoknak is, akik esetleg mondjuk Márton Rolanddal vagy Rászné Földi Judittal értenek együtt. Tehát ez minden fehérvárit érintő segítség, és ez sajnos nem jut el sok mindenkihez pont ezért, úgyhogy én most itt kérem meg képviselőtársaimat, hogy ott a bal oldalon, hogy legalább annyit tegyenek meg, hogy a Facebookon értesítik a
azokról a lehetőségről a fehérváriakat, amelyek tényleg segítséget nyújtanak számunkra. Ez ugye a tűzifát érinti, a tűzifa beszerzését, vásárlását, a fűtési időszakra, a gáz és az áramszámlához is nyújt egy jelentős segítséget a többletfogyasztás vonatkozásában. Így van, kiterjed mindenre, tehát próbáltunk úgy feltérképezni a lehetőséget, hogy az segítsen mindenkinek, aki Székesfehérváron él. Én azt látom, hogy egyébként most jelen pillanatban nehezebb helyzetben vannak a családi házban élők, hiszen a távfűtés kapcsán ugye alapvetően a távfűtéses lakások mentesülnek az emelkedéstől, tehát ők gyakorlatilag ugyanazon az áron kapják a távfűtést, mint tavaly. A gázfűtéses ilyen társasházak, panelházak, azok ugye az alaprezsicsökkentésben, hogyha okosan és tényleg tudatosan használják, akkor beleférnek ebbe a rezsicsökkentésbe. Tehát akik most bajban lehetnek, azok, akik családi házban élnek, és ott van, aki fával fűt valóban, tehát erre is kitér a támogatás, akit érdekel, a székesfehérvár.hu oldalon megtalálja a pontos részleteket, és egyébként a hatósági főosztálya az önkormányzat a hivatalának mindenben nagyon-nagyon-nagyon segítőkészen próbál meg segítséget nyújtani, tehát lehet őket hívni telefonon, segíteni fognak, hogyan kell kitölteni, de én azt is felajánlom egyébként, hogyha ilyen segítségnyújtásra van szükség beadásban, akkor az egyébként a területi képviselők nagy része, akik egyébként pont a Fidesz frakcióban ülnek, bármikor hívhatók, és ők segítséget fognak nyújtani a megfelelő emberhez és való összekötést, vagy esetleg egy számítógépes beadást meg tudunk csinálni, úgyhogy ezt felajánljuk ezt a segítséget, nyugodtan hívják a képviselőket. A nagycsaládosokat és az együttélőket is érinti egy külön támogatás, itt is ugye van szerepe az önkormányzatnak. Igen, nagyon fontos az, hogy ugye a tekintetben is jött egy segítség a kormányzat felől, ugye ez már egyébként jól látszik, hogy egy becsatornázott segítségnyújtás, hiszen sok olyan kérés érkezett, hogy több generációs családi házakban látjuk Fehérváron is akár a száraz réten, akár az Öreghegyen, akár a Maroshegyen, vannak olyan nagy családi házak, ahol több család is és több generáció él együtt, és ezekben a családi házakban lehetőség van arra, hogy egy igazolás után a több családra szóló rezsicsökkentési lehetőséggel éljenek az ott élők, és ebben az önkormányzat jegyzője az, aki kvázi a felkent hatóság jelen pillanatban, hozzájuk lehet benyújtani az igénylést. Itt egyébként nagyon-nagyon sokan is jelezték már azt, hogy szeretnék ezt a kvázi igénylést benyújtani, és ezáltal kapni egy olyan igazolást, amelyel ők majd igénybe vehetik ezt a többlettámogatást. Én azt gondolom, hogy itt is, hogyha segítségre van szükség, akkor tényleg mind az iroda, mind pedig a területi képviselők állnak rendelkezésre. Éppen az elszabadult energiárak kapcsán fordultak kormányzati segítséghez. Ugye volt egy önkormányzati döntés, egy közgyűlési döntés a fehér víz vonatkozásában, ami aztán pró és kontra érveket váltott ki, volt egy közgyűlési vita is ezzel kapcsolatban. Mi lesz most a fehér vízzel? Hol tart ez a folyamat, képviselő úr? Közösségi tulajdonban marad-e? Szerintem a legfontosabb, amit a fehér víz kapcsán el kell mondanunk, hogy valószínűleg azért övezi ekkora vita ezt a kérdést, mert mindannyian látjuk azt, hogy a víz, maga az ivóvíz az egyik legfontosabb eleme, életeleme mindenki számára. És éppen ezért a legfontosabb, hogy ezt megvédjük. És a fehér víz keretein belül Székesfehér önkormányzata az elmúlt időszakban mindent megtett azért, hogy tényleg a lehető legjobb ivóvízi szolgáltatás a lehető legmagasabb színvonalon jusson el a székesfehérváriakhoz. És nem csak a székesfehérváriakhoz, mert ugye ebbe a fehér víz történetében azért benne van még 70 valány más kis település, akik itt az agglomerációban vannak, tehát itt nem egyedül tulajdonosok vagyunk, többségi tulajdonosok vagyunk, de azért még itt van sok-sok kis önkormányzat, aki részt vesz ebben a kérdésben. Tehát a legfontosabb az, hogy a víz a legfontosabb mindenki számára. És egyébként ez nem csak országos szinten, hanem hogyha világszinten is nézzük, azért most beszélgetünk áramról és gázról, de nem beszélünk arról, hogy az elkövetkezendő évtizedek egyik legnagyobb kihívása a víz lesz. A vízhez való hozzájutás, lesznek olyan, akár vannak már most olyan földrészek, ahol nagyon komoly problémát okoz a vízellátás. Idén nyáron ez még jobban ki is hangsúlyozódott, hiszen láttuk azt, hogy milyen vízhiány és milyen komoly problémákat okozott ez. Tehát látni kell azt, hogy Magyarország ebben a tekintetben jól áll, hiszen itt a Kárpát-medencében szerencsések vagyunk a tekintetben, hogy a vízellátás biztosított, és legfontosabb, hogy ez mindig biztosítva legyen az állampolgárok számára is. Én azt gondolom, hogy az hogy bár a tekintetben, hogy még ez a kérdés egyáltalán nincs lezárva, és ennek a részletei még most is tárgyalás alatt vannak,
Annak ellenére én személyesen azt gondolom, hogy ez önkormányzati vagy állami tulajdonban van, az a közösségi érdek szempontjából teljesen mindegy. A fontos az, hogy bár akár önkormányzati, akár állami tulajdon vagyon, van, ez biztosított legyen mindenki számára. És ezt polgármester úr el is mondta, hogy a tárgyalások folyamán az első kérdése az volt, és ez volt az egy első legfontosabb kérdés, amit letisztázott, hogy a kormányzati szándék is az, hogy az állami víztulajdon az állami víztulajdon is fog maradni 10, 20, 30, 40 és 50 év múlva is. Ezzel szemben történtek már olyan lépések annó 10-20-30 évvel ezelőtt, amik pont az ellenkezőjét mutatták, hiszen azért 2010 előtt, inkább a 90-es évek közepén, 2000-es évek elején azért sok helyen sikerült külföldi kézbe adni a víztulajdont és a vízküzmű cégeket. Tehát a jelen pillanatban Szegeden is félig francia tulajdonban van, nem is csak francia tulajdonban van a vízküzmű, hanem a francia állami tulajdonban van, ami egyébként szerintem komoly kérdéseket felvet. Tehát a francia államnak mi köze is van a magyarországi vízkészletvíz és vízszolgáltatáshoz? Tehát, hogy azért ez egy érdekes kérdés. És Pécsen is ugye komoly nehézségek árán sikerült csak visszavenni annó a vízközmű céget kvázi más, hát mondhatom azt, hogy idegen kézből. Én azt gondolom, hogy a magyar víznek Magyarországban és magyarországi tulajdonban, magyar tulajdonban kell, hogy legyen, és aki azért így figyeli a kormányzati cselekvéseket, akkor az általános iránymutatás az pont az, hogy ezek az értékek, ezek maradjanak magyar kézben. És akkor a fehér víz egy ilyen folyamaton indult el, hogy biztosítani lehessen a 2023-as esztendőben is a vizet? Hát látjuk azt, hogy a vízszolgáltatásnak egyik nagyon-nagyon-nagyon fontos eleme az energia, tehát az, hogy szolgáltatni lehessen, rengeteg áramot kell használni, és ez az áramfelhasználás a jövő évben gyakorlatilag ilyen 5-6 milliárd forintos plusz terhet róna Székesfehérvárra és azokra az önkormányzatokra, amelyek a fehér vízben részt vesznek. Éppen ezért én úgy látom, hogy csak kormányzati beavatkozással van lehetőség arra, hogy mi ezt biztosítsuk. Azt nem tudjuk még, hogy ez a kormányzat egyfajta tőkésként való, vagy részvényesként való belépésével, vagy a teljes tulajdon átadásával történik, de ezek az egyeztetések folyamatban vannak, és én mindenkinek mondom, hogy ez még egyeztetés alatt van, és tárgyalás alatt van, tehát aki azt mondta, hogy Székesfehérvár eladta, odaadta, elherdálta, stb., az felháborító, és egyébként rémhírterjesztésnek is felfogható, tehát nem történt ilyen, folyamatos tárgyalások folynak. Számunkra az a legfontosabb, hogy mindenki számára biztosított legyen a ivóvízellátás, és éppen ezen dolgozunk most is. Csütörtökön lesz tehát egy rendkívüli közgyűlés, ahol fontos döntéseket hoz meg majd a képviselőtestület, Székesfehérvár közgyűlése. Így zárszóként hogyan foglalná össze, hogy mégis miért lesz jelentős ez a csütörtöki közgyűlés? Hát a csütörtöki közgyűlés, ahogy már beszéltem erről, az igazából tényleg arról fog szólni, hogy hogyan tudunk az elkövetkezendő 6 hónapban működni, és hogyan tudjuk a fehérváriakat a legjobban kiszolgálni azokban az intézményekben, amelyek biztosítják az alapszolgáltatásokat mindenki számára. Úgyhogy ezek azok a racionális döntések, amelyeket meghozunk, és én azt látom, hogyha ezek a döntéseket meghoztuk, még az is lehet, hogy a későbbiek folyamán lesz mozgásterünk olyan döntéseket hozni, amelyek pont ezek enyhítéséről fog szólni. Hát a világpiaci kérdések azok rajtunk kivalókok, és azokat majd figyeljük, hogy ezek hogyan alakulnak, de hogyha esetleg jófele mozdul a világ, akkor még lehet, hogy szerencsések is leszünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunknak. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, köztérrel legközelebb csütörtökön jelentkezünk majd itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.